Ezeket a képeket a féléves értékelésre készítették a Mankói Általános Iskola képzőművészeti tagozatának diákjai. Több mint 100 alkotás díszíti így most a Bartók Béla iskola auláját. A Bartók épületben lévő gyerekeknek a félévi vizsga témája mesék, mondák világa volt. A kicsik bábokat, illetve bábhoz hátteret készítettek csoportmunkába, kicsit nagyobbak pedig a mesékhez és a mondákhoz kimondottan festészettel kellett megoldani nekik most ezt a feladatot, mert hogy mi festészet tanszak vagyunk. Dolgozunk nyilván mi is más technikákkal, illetve a fél év során készült munkákból vannak a beugróban még munkák, nyilván tűfélce, zsírkrétás, színes ceruzás rajzok is vannak köztük. A festmények színes mesevilágot ábrázolnak már ismert és ugyanannyi kitalált szereplőkkel. Ugye két vonulaton működik, az egyiket Jámborné Balogh Tünde, a másikat Molnárné Bárdi Andi neve fémjelezi. Az egyik festészettel foglalkozik, inkább a másik grafikát erősíti, és ezekből a legjobbak, de minden gyerektől van kint mű, mert nagyon tehetségesek a gyerekeink. Közel 119 gyerek jár képzőművészeti foglalkozásra. A kiállítást egy hónapig lehet megnézni a Bartók iskolában.